Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Péceli József, a vörös állarc A szanazugi intelligencia kaszinója az időben a patika volt. Jobban mondva a patika csukott verandája. Ide húzódtak nap, mint napapap, tanító, számtartó, jegyző, meg az erdész. Itt beszélték meg a napi eseményeket, az ország sorát, egymás ügyét baját. Itt forgatták az ördög bibliáját. Ez utóbbit rendszerint csak délutánonként. November végében nyúló, szép magyar ősz volt. Fönn a magas kupolán az ég királya anyarat játszotta. Fényes sugárkévével sziporkázva szórta melegét a föld hátára. Az egyre jobban és jobban kopaszodó fák és bokrok színevesztett levelei, a kopárrá vedlet mezőkaszott virágai napközben újra, meg újra élettek. Mint a halódó beteg a jó orvosságtól. Mert az éjszakák már nem színészkedtek. Valódiak voltak. Novemberiek. Diderektetők. Bennük úszkált a küszöbön álló tél fagyos lehellete. Szombat este volt. Igazabban szólva, délután. Délután, mert még alig múlt négy óra. Azonban már kezdett szürkülni, sötétedni. Az égen kihízott, vastag bundájú bárányfelhők úszkáltak. Tömörültek, sűrűsödtek. Ezek is siettették az est beköszöntését. A patika verandáján az asztal körülült a rendes kompánia. Csupán a számtartó hiányzott. Pesten akadt valami dolga. Négy-öt napra való. A kártya az asztal közepén feküdt. Egy csomóban. Még senki sem nyúlt hozzá, csupán csak a szemek simogatták úgy időnként, mint régi jó ismerőst, Kívánkozó nagy szeretettel. A jegyző tartotta szóval a társaságot. Hallottátok? A kompánia odafigyelt. Na? A vörös állarcos megint beszéltett magáról. Mi történt? Az éjszaka tiszteletét tette a fogháti intézőnél. Három bezárt ajtón keresztül. Arra ébredt fel az öreg úr, hogy valaki szép, lassan költögeti. Intéző úr. Intéző úr. Veregetik a vállát. Rázogatják. De egész kíméletesen. A fél homályban azt hitte, hogy az inasa. Mit akarsz? A kasszakulcsot. Megbolondultál. Jobbadán csak akkor nyitotta ki a szemétsébret tudatára annak, hogy éjszaka van s valaki a zárt ajtókon keresztül rátört. Nem is valaki, ezzel mindjárt tisztába jött, hanem a vörös állarcos. Ott vigyorgott, föléje hajolva, a szeme közé. Én vagyok. Mutatkozott be. A vörös állarc. Az intéző ki akart ugrani az ágyból, de az éjféli vendég lefogta a két vállánál. Csak nyugodtan. Ne fárassza magát. A hirtelenkedés árt az öregembernek. embernek. Elvégzek én magam mindent. Csupán a kulcsokat kérem. S a szép szavak mellé odapászította revolvere hideg csövét az intéző homlokára, aminek azonnal meglett a hatása. Itt van a vánkosom alatt. Mozdulni azonban nem mert. De erre nem is volt semmi szükség, mert a vendég keze nyomban besiklott a vánkos alá. A Wertheim kassa ott volt az ágy végében. Benne az ötezer pengő. A többi már csak pillanatokat kívánt. A vörös állarcos a pénzt számlálatlanul zsebre gyűrtéje, a kasszát bezárta, a kulcsokat visszatette a vánkos alá. Köszönt. Szép álmokat. Azzal kihátrált. Az ajtóból visszaszólt. Itt a szomszéd szobában még lesz vagy 10-15 percnyi dolgom. Szétnézek a szekrényekben. Hát egy szót se. Egy mozdulatot se, mert visszajövök. Se eltűnt. De nem időzött ő a szomszéd szobában egy minutáig se. Csupán csak addig, amíg az ajtókat sorba becsukta. Amikor az öreg úr rémületéből fölocsúdott, kiugrott az ágyból. A szekrény oldaláról lekapta a puskáját. Fölkattantotta a kakasokat. Odalépett az ablakhoz. Kinyitotta s egymás után mindkét ravaszt elrántotta. A kakasok csettentek. A puskából a töltéseket kiszedte az imposztor. Bizonyosan az volt az első dolga. Később meg is találták a töltéseket a szekrény tetején. Semmi mást nem vitt el, csak a pénzt. Az ötezer pengőt. Persze jó idő múlva a cselédség lőt se kapott, de akkor már a vörös állarcosnak se híre, se hamba nem volt. Elpárolgott, mint a jó kámfor. A kompánia ajnézott, csóvágatta a fejét. Az eset egy-egy részét megvitatták. Szétszették, foszlították. Mit kellett volna tenni? Hogy kellett volna tenni? Én az öklömmel a fejére én meg a rábommal a gyomrába. Az erdész egészen beleélte magát a történetbe. Ha én velem történik, nekiugrok a torkának. Elkapom a nyakát. A tanító közbevetette. De a revolver. Kiütöm a keziből. Öregember az intéző, mondta a pap. Te más vagy. Intett az erdészre. Velem se boldogulna egy könnyen, rángatta fölfelé vastag szemöldökeit a jegyző. Nem engedném megcsúfoltatni magam. Én csak a csendőröket nem értem. Annak a vörös pofának itt a környéken van a fészke. Bizonyosan, mert itt garázdálkodik. Alig múlik el egy hét talán tíz napja, vagy tizenkettő, hogy bicerén fényes nappal bement a postára, a postamester se szó, se beszéd, Egyszerűen halántékon vágta az öklével s a postazsákkal eltűnt. De úgy eltűnt, hogy senki se látta se jönni, se menni. A patikus cseréggel lépett a verandára, s a gazdája elé egy ötpecsétes levelet. Visszahoztam. Nem vötték föl. Azt mondta a postás kisasszony, hogy már a má zártak. Majd hétfőn fölveszik. Pénz? Kérdezte a pap. A patikus bólintott. 2000 pengő. Emeljük el. Indítványozta villogó szemmel a jegyző. Nézd Kálmán, fordult a patikushoz, ha neked lennék, nem őrizném itt hétfőig. Megtudja a vörös állarcos. Mi? Az erdész közbe vetette. Nálunk még nem bántott senkit. Azért én mégse tudnék nyugodtan aludni az éjjel. A tanító megtoldotta. Hát ki mondja azt, hogy Kálmán nyugodtan alszik? A patikus legyintett a keze fejével. Az ajtókonvert vert helymzár. Mindegyiken. Azokon az álkulcs csődöt mond. Az ablakok a rácsok. Az erdész elsemmizett maga előtt a tenyerével. A vasrácsnak is van orvossága. Egy jó acélreszelő. Remete község pénztárszobájába is az ablakon keresztül hatolt be. A rácsot elfűrészelte. El, mert a szobában nem volt senki. A szobában nem. Az igaz. De az istálóban a kocsisok. A napos kisbíró meg az ámbituson. Kloroformos kendővel a száján. Úgy aludt, hogy másnap reggel alig tudtak bele lelket verni. A jegyző is észrevette, hogy a patikus ugratni akarják, hát ő is sodorintani akart egyet a szófonálon. Megzörgeti az ablakod, Kálmán te oda még. Mi tetszik? Kérded. Arra a vörös a rácson benyúl, elkapja a nyakad s a szádra szorítja a kloroformos kendőt. Nevettek. Hiába nevettek, mondta komoly képpel a patikus, mert én oda mennek az ablakhoz kezemben brólingom. Samint amint az írse a vörös pofáját oda dugne a rácshoz. Csak hogy ám annak is van esze. Vetette ellene a jegyző. Receptel jelentkezik. Te kinyitod az ajtót. Beereszted. Azt nem tenném. Eddig se tettem. Elkészítem én a receptet éjszaka tanú nélkül is. Benyújtja az ablakon, én meg, amint kész az orvosság, kiadom. Az én eszemen nem járt túl senki. S amikor a receptet nyújtja. Vagy a pénzt az orvosságért. Elkapja a kezed a csuklónál. Oda ránt a rácshoz. Akkor én a másik kezembe lévő bróningom a szeme közé nyomom. Úgy szoktad kiadni az orvosságot. Ezután majd úgy szokom. De ha réklit, szoknyát vesz magára a zsivány. Mi? A hangját vékonyra ereszti. Asszonyosra. Csipog. A pap rosszalólag ingatta meg a fejét. Ne ijesztgessétek már agyonra a kálmánt. Nem szép az. A jegyző legyintett. Én nem is akarom ijesztgetni. Inkább előkészíteni. Hát ha megtudta az a vörös pofájú, hogy a pénzt nem vették fel a postán. Valamelyik fullajtár féléje bedudálta neki. Otthon van a pénz a kasszába. Csak hogy én nem teszem ám a kasszába. Ráfekszel? Nem. Ha nekem valami féltőm van, azt a mérleg kisfiókjába csúsztatom. A súlyok alá. Az erdész el akarta terelni a patikusról a szót. Azt mondta. Nektek könnyű. Emberek között éltek. Szomszédok, csendőrség. Egyet kiállt a megtámadott smár már csőstül sereglenek a népek, de én odakin az erdőn. Egy magam. A feleségem nem számít. Ha én rám nyitná az ajtót. A tanítónak félrecsusszant a szája. Te benned igencsak törököt fogna. Az erdész megejtegette a fejét. Pedig egyszer-egyszer nem járna rosszul. Van úgy, hogy négy-ötezer pengő is összegyűlemlik így a fajladások idején. Bár én, ha lehet, szabadulok a pénztől. Beviszem a számtartónak. De a héten is, kedden vagy szerdán nagyobb summára van kilátás. A gyulai depós kétszáz öltűzi fának az árát teszi le egy summában. S a számtartó csak csütörtökön jön haza. De én se teszem a Wertheim szekrénybe. Minden bolond ott keresné. Találok neki más helyet. Neked könnyű, mondta a pap. Beteszed a belső zsebbe. A tanító nem pártolta. Úgy járni vele az erdőt. Nem tanácsos, egy bokorból könnyen beleduplázik a bitang. De megteheti azt egy vadorzó is amint hogy már próbálkoztak is velem. Csak hogy az én fülemet nem igen lehet megcsalni. De ha lesből? Van két szemem. De te éjszaka is kikinézel. Jóformán többet, mint nappal. Ellenben a skiz ott van mellettem. Száz lépésről megérzi az idegent. Figyelmeztet. Egy kisé elrévedezett az erdész. Maga elé bámult. Majd megingatva a fejét, azt mondta. De hát mindenre számítva, csak nem hordoznám magammal. Annyi pénzt nem. Igazatok van. Minden megeshetik. Egy rosszul lét. Elszédül az ember. Összeesik. Valaki ráakad. Körül tapogatja. Gombolja a kabátot. Meglátja a pénzt. Magához veszi. Hogy tudnám én azt visszatenni? Miből? De mit is mondanék? Aztán az uraság is. Azért vettem a Wertheim kasszát. Oda teszem a matracomoná. Ezt már inkább úgy maga magának mondta. A matracomoná. A pap nagy füstfelhőt fújt maga elé a tajték pipájából. A tanító a vállán rántott egyet. Mintha csak azt mondta volna, nekem mindegy. Wertheim kassa, vagy matrak? Rám nem tartozik. Nálam annyi pénz soha se lesz. Se a magami, se a másé. A jegyző is bánom isénkedett. Nem szólt. Szúrós, fekete szemét összehúztas úgy nézett az erdészre, Akire szemlátomást nehezedett a pénz gondja. Nyomta, szorongatta. Két hatalmas válasz szinte belegörnyött. Látszott rajta, hogy folyton azt mérlegeli, hova is tegye majd azt a sok pénzt, hogy annak semmi baja ne legyen. A patikus szakította meg a csendet. Elég volt az egymás riogatásából. Most már nézzük azt, amiből élünk. Kiadja a bankot s az asztalról fölemelte a 32 levelű bibliát s lecsapta. Én következnék, mondta a tanító, de átadom a jogomat a Gábornak. Süvelykével az erdészre bökött. Ennek az engedékenységnek meg az volt a foglalatja, hogy a bankba öt pengőt kellett tenni. Ez volt a szabály. Se többet, se kevesebbet. Öt pengőt. Úgy, de a tanítónak ez egyszer csak öt pengője volt. S így nem játszhatott. Csak prózit szereskedhetett. Az erdész ötezüst pengőt olvasott ki az asztal közepére. Azzal fölemelte a paklit. Megkeverte. És miközben a lapokat egyenként kiosztotta, azt mondta. Hanem azért, ha egyszer szemtől szembe kerülhetnék azzal a vörös pofával, csak megtanítanám kesztyűbe dudálni. A pap, aki szeretett az emberek belsejében kutatni, azt mondta. Te arra nem számíthatsz. Az erdész értetlenül nézett a papra. Miért? Mert nincs rá címed. Nem értelek. Azért, mondta a pap teleszájjal, mert te magad is rabló vagy. S mosolyogva megfenyegette az ujjával. Minden nap kirabolsz bennünket. Most már az egész társaság nevetett. Leghangosabban az erdész. Nono. No. Ő az egyik végletből a másikba esett. Sértetből a megdicsértbe. Mert csak dicséret az, ha az emberről elismerik, hogy egy egész társasággal elbánik. S nem is úgy hébe hóba, hanem úgy szóván napról napra. S ennek a kijelentésnek volt is fundamentuma. A kis társaságban az erdész volt a legbátrabb, a leghazárdabb. Ha kedves szottyant, minden figurára bankot ütött. Még az esetben is, ha abban százak halmozódtak össze. Ezért aztán sokszor a szemek közé vágták. Gábor, te előbb vagy utóbb, de függőlegesen fogod végezni? Ilyenkor az erdész mindig azzal tromfolt. Beszéljetek, amit akartok. Nem bánom. Csak a pénzeteket adjátok ide. A jegyző lecsapta a kártyáját. Bank. A tanító kókadozó fejjel bandukolt hazafelé. Elvesztette az összes pénzét. Igaz, nem volt sok. Három pengő valahány fillér. De alig fél óras már egy vörös krajcárja sem volt. Pedig vigyázott. Csak nagy lapokat tett. De nem volt egy szikra szerencséje. No, nem baj, nyújtogatta a nyakát. Megtörtént ez már máskor is. Holnapra majd kerít tíz pengőt. Azzal aztán visszanyeri. Ha holnap nem, akkor holnap után. A szerencse forgandó. Hol kerék, hol talp? Egyszer az egyikre pislog ez a szeszélyes asszony népség, máskor meg a másikra. Van úgy, hogy néha megtelepszik. Megül egy helyt. Mint mostanában az erdésznél. Mindig nyer. De olyan állhatatosan, hogyha nem ismerné az ember, hát még rosszat is gondolhatna felőle. Olyan formát, hogy kantárt vet a szerencse szájába. No, nem. Az erdész nem az az ember. Azt nem teszi. Annyi azonban bizonyos, hogy jól hajtanak az agarai. De egyébként is. Az uradalomtól szép fizetést hús abból sokat takaríthat. Máskülönben sem afféle tülekedő ember, aki vesz, elad. Forgatja a pénzt. Kupeckodik, cenzárkodik. Jóformán csak a hivatalának él. Járja az erdőt. Délutánonként meg elnéz a patikába. Jobban mondva este felé. Azt nem mulasztja el. Nem, mert a kártyáért él, hal. Amikor két lapot összepászíthatsz busztáláshoz fog, ránézve elveszett a világ. Kártya, meg az erdő. Az erdőről úgy beszél, mint a szerelmes legény a szíve választotjáról. Foszforeszkáló szemekkel. Nincs a nagyvilágnak gyönyörté adóbb színháza az erdőnél. Az a mélységesen mély csend, amely az évszázados fák koronája alatt hallgat. Sehol egy diszonás hang, sehol egy tülekedő a csarkodás. Az ember behuny szemmel azt hihetné, hogy a más világon van. Ez a szünet. A nagy pauza s egyszerre, amint a hajnal hasad, megszólalnak az ezernyi ezer énekesek. Búgnak, fütyülnek, csattognak. Egyik vége várhatlan trillákban hívja, hívogatja a párját, a másik meg turbékolva csalogatja. Az az igazi, fölséges zenekar. Máskor meg. Végigfekszem az erdő nagy tisztásán, a bársonyos gyepen. Hanyatt. Nézem az eget. Az égen úszkáló bárányfelhőket, amint szép rendben sorakoznak, tömörülnek. Egyik-egyik előre iramodik. A többi utána. Kergetik egymást. Üldözik. Fogócskát játszanak. Összeakaszkodnak, megforognak, egyé válnak. S közbe hallgatom az évszázados fák hatalmas lombjainak lágy suttogását. Micsoda százszor szép regéket mesélnek azok. Ezek a véget nem érő dicsinnuszok most újra felé lettek a lelkében. Ott zizegtek, zsongtak a fülében. Maga előtt látta az erdészt, amint szoborként áll az erdő szélén, és dacosan fölvetett fejjel nézi az eget. De egy másik kép is megelevenedett előtte. Hazafelé barlaktak a szülőből. Késő este. Ketten! Ő, meg a pap. Az erdészről beszélgettek. Furcsa ember. Sok titokzatosság van benne. Néha egészen érthetetlen. Az ember nem tud eligazodni rajta. Ekkor a papnak elmondta az erdész dicsinuszait. S azzal végezte. Én azt hiszem, hogy az erdésznek a négy kereke néha-néha néha nincs karikára. Hogy a pap nem szólt, kérdés alakjában tette föl. Vagy hogy ezekkel a mesékkel csak engem akarna átadni. Mit gondolsz? A papa feltett kérdésre nem adott egyenes feleletet. Megkerülte. Lassan meggondolva szűrte ki a száján. Az idő mindent megérlel. Négyet, ötöt léptek. Ezt is. Aztán, mintha pecsétet ütne a szavaira, megnyomkodott minden szót. Az éret gyümölcs nem marad a fán. Amikor az ideje eljön, leesik a földre. Hogy a pap mire célzott ezzel a példázatával, azt egészen bizonyosan nem tudta, csak sejtette. Pedig sokért nem adta volna, ha ezt a csomót ki tudja bogozni. De hát a kezébe adott fonának, hiába kereste, sehogy sem találta meg a végét. Másnap a tanító degesztárcával nyitott a patikába. A pap már ott volt. A többiek még hiányoztak. Kezdjük meg! Indítványozta a pap. S hármasban megindult a játék. A patikus adta a bankot. De ez még nem volt játék. Inkább csak afféle játékpróbálgatás. A levegő még nem melegedett át a bank is törpe volt, a tétek is. De azért hova tovább egyre jobban izektek mozogtak. Közben mindig azt fülelték, csenge már a patika ajtaja. Jönnek-e már a késlekedők? Negyed óra, fél óra. De se a jegyző, se az erdész. A zsebórák egyre sűrűbben láttak napvilágot. Negyed hat, mondta a pap, miközben rosszalólag megingatta a fejét. Az erdést még csak tudták mentegetni maguk előtt. Messze lakik. Kívül a falun. Mégpedig jóval. A legszélső háztól jó három kilométernyire. Onnan besétálni is legalább egy óra. Közben még akadhat egy-két ember, aki föltartja, akivel szót kell váltani. Napszám, favétel. Ellenben a jegyző. Egy hajítás. Mondta is a patikus. Ha nem csavarogna oda a laboránsom, csak elszalajtanám érte? Már erősen szürkült, amikor a patika ajtaja fölé mesterkedett kis csengő csilingelni kezdett. Na végre! A jegyző! Az erdész! Találgatták. De a patikából nem jött ki senki a teraszra. Vevő lesz. Állt föl a patikus. Amíg kielégítem, mulassatok kettesben. A patikus, amíg a folyosón áthaladt, várángatva dohogott, dörmögött. Persze, szagos szappan ért. Valamelyik megkergült legény a babájának. Egy cseppet mérges is volt, de azért nem haragudott. Nem, mert tudta, hogy ezek a jámborok nem okai annak, hogy még vasárnap is zargathatják a patikust. Ennek voltak éppen a felsőbség volt az oka. Nem ad egy percnyi pihenőt se a gyógyszerésznek, ünnep, nem ünnep, annak résen kell lenni, mert hogy a betegség se veszi tekintetbe, hogy a kalendárium mit mutat. Annak még a karácsony is hekuba. Belépett a patikába. Odaállt a pult elé. Mi tetszik? Jobbadán csak most látta, hogy egy szélesvállú, magas, fekete ember áll az ajtóban. Háttal. Kifelé néz az üvegajtón. Tetőtől talpik fekete. Még a tarkójára boruló kis sapkaféle is. Süket ez az ember? Újból kérdezte. Mi tetszik? De most egy cseppet akaratlanul is letompult a hangja, mert valami szorongó félelem nehezedett rá az hirtelen a torkát fogta át. A második. Mi tetszikre a fekete ember, mintha dróton rántották volna, visszafordult. Fejfölvágva. Előre ugrott, mint egy szöcskes jobbkarjával revolvert szegzett a patikusra. Egy szót se. A patikus hátra tántorodott, két tenyerét maga elé feszítettes rémülten adotta. A vő, rös! A vő, rös! Csend! Ne mozogj, szűrte tompán a fogai közül. Ide a pénzt. Nincs, nyögte fehérre váltképpel a patikus. Ne hazudj! Tegnap akartad föladni a postán. A cseléd visszahozta. Ide vele! A patikus, hogy egérutat nyerhessen, azt mondta. Oda ben van a hálószobában. Behozom. Sindulni akart kifelé. A vörös állarcos eli beállt. Nem igaz. Itt van. Tudom. E pillanatban az ámbitus alól bekiáltott a pap hatalmas baritonjával. Jössze már, Kálmán! Az állarcos rámordult. Kiásd vissza, mindjárt! Hangosan! S a revolvert oda nyomta a patikus szeme közé. Hangosan! Erősen! Mindjárt. Kiáltotta a patikus kétségbeeséstől erősített hangon: Na most, egy-kettő! Ide a pénzt! Nincs időm! Még ezek a barmok bejönnek! Hogy a patikus tétovázott, fejével ráintett a pulton álló mérlegre. Húzd ki a fiókot! A súlyok alatt! Mi van ott? Na, látod! s a nagy ötpecsétes borítékot kikapta a patikus kezéből. Most be a laboratóriumba. Sies! A kis kamraszerű fülkében az állarcos rámutatott a kopott díványra. Ülj le! Vedd elő a zsebkendődet! Áztasd be kloroformmal! Tedd az orrodra! Ne félj, majd én idejében lepiszkálom! Ott az üveg előtted! A patikus gépiesen szót fogadott. Muszáj volt. A vörös állarcos a jobb kezében levő revolverrel sürgette. A patikus úgy gondolta, hogy most megmentheti maga magát is, a pénzét is. Visszatartja a lélegzetét, behunja a két szemét az alvást. De gazda nélkül számított. Az állarcos vezényelte. Végy hosszú, nagy lélegzetet. Hangosan. Tudom, mibe spekulálsz. Még. Még. A patikus egyszerre zsibadni érezte az egész testét. A feje kábult. Az állarcos kifelé hátrált. A fülke ajtaját becsukta. A kulcsot ráfordította. Egy pillanatig várt. Hallgatózott. Semmi. Aztán sebesen a fülkével szemben levő raktárba lépett. Az ajtót behúzta maga után. A raktárban lekapcsolta a vörös állarcot, kibújt a sejem trikóból. Azt összehajtogatva, a belső zsebébe nyomta. Aztán az udvarra nyíló ajtón át kilépett. Jó, hogy jössz? Szólt le a pap az ámbitusról a jegyzőnek, aki az udvarról lépegetett fölfelé. Már régen várunk. Ugyan, hol a pokolban csavaroghattál ennyi sok ideig? Csak nem az erdőn? Nem, nem. Nem az erdőn voltam. Más dolgom akadt. Egészen más. Deni? Ti csak ketten vagytok. Törölte végig zsebkendőjével izzadó homlokát a jegyző. Kálmánnak a patikába van dolga. Mégpedig sok dolga. Tette hozzá a tanító. Már több egy negyed óráján áll. A patikában? Torpant meg a jegyző. Hiszen a patika üvegajtaja zárva van. E pillanatban az erdész is az udvarról kanyarodott föl az ámbitusra. Éppen én is azon csodálkozom, mondta az erdész. A külső ajtó nyitva, az üvegajtó meg zárva. Kétszer is megnyomtam a kilincset. Még arra is gondoltam, hogy talán itthon sincs. Vagy hogy az ünnep. A tanító is, a pap is felugrott. Be van zárva a patika. A jegyző is, az erdész is bizonykodott. Be, be. A jegyző révedező szemmel nézett maga körül. Hol van a Kámán? Kámán? Kiáltott a pap. Fületek. Semmi nesz. Nem eshetett baja, mert az előbb még alig öt perce, még annyi se visszaszólt. De ezt olyan kevés meggyőződéssel mondta a pap, hogy abban maga sem bízott. Nézzük meg! S a folyosón át mind a négyen a patikába siettek. Itt nincs. Mondta az erdész, ki elsőnek lépett be az ajtón. A jegyző oda sietett az utcára nyíló üvegajtóhoz. Lenyomta a kilincset. Be van zárva. El nem mehetett, mondta a pap. Talán a raktárba. Benyitottak. Nem volt ott senki. Hát a laboratórium. A tanító nyitni akarta az ajtót. Be van zárva. Ott a kulcs benne. Nyisd ki! A patikust ott találták a díványon. Elnyúlva. Mély álomba merülve. Kloroform, mondta a tanító. Vizet! Kiáltott az erdész. Biz az jó sok időt vett igénybe, amíg lassan-lassan életet tudtak beleverni. A csendőrmesterért az erdész szaladt el. Visszafelé jövet aztán úgy nagyjából elmondta az esetet. A vörös állarcos megrabolta a patikust. Elaltatta kloroformmal. Elvitte 2000 pengőjét. Hétfőn akarta elküldeni annak, akitől a patikát vette. Ez lett volna az utolsó részlet. Csak úgy kapkodva beszélt. Össze-vissza. Ahogy a még mindig ijedező patikus adta elő. Nem is tudott az őrmester minden kérdésére felelni. Azt mondta. Majd ha egészen magához jön, akkor bizonyosan elmond mindent. Az őrmester bosszankodva rakosgatta egymás elé a lábait. Magyarázható. Alig egy hónap alatt ez már a negyedik esete a vörös állarcosnak. S mind itt az ő kerületében. Négy eset egymás után s még csak nem is gyanítják, hogy hát ki is voltak éppen az a dezentor. Hol van a fészke? Ennek pedig az lesz a vége, hogy pihenni küldik. Üdülni. Nyugdíjba. Mondta is az erdésznek. Ha csak egy gyufaszálat hagyott is maga után, megfogom. Akit pedig én egyszer megmarkolok, az azt megemlegeti. A kompánia tagjai odahaza elmondták a nagy újságot. A patikust kirabolta a vörös állarcos. S lefestették azt, amit maguk láttak, de kirakták sorba azt is, amit a patikustól hallottak. Hogy szegezte rá a revolverét. Hogy altatta el. S a pénzt. Tudta a rabló, hogy hol van. Húzd ki a mérleg fiókját. Vedd elő. Parancsolta. Pedig a patikus eleinte le akarta tagadni. De nem lehetett. Fejtetőtől talpig érő fekete sejentrikó volt a ruhája fölött. Rikító vörös állarca pofáján. S úgy eltűnt, hogy nyomot se hagyott maga után. Most már ránk kerítette a sort a bestia. Mondta az erdész a feleségének. Jó lesz résen lenni. Főként a héten. Az a bitang bizonyosan kiszagolja, hogy kedden vagy szerdán nagy csomó pénzt kapok. Csak már a szántartó hazajönne. Egy kis ideig elmélázott. Aztán úgy maga magát biztatva azt mondta. Lehet is, hogy hamarabb hazajön. Van úgy, hogy az ember hamarabb végez a dolgával, mint ahogy előre kiszámítja. A számtartó is. Miért ne? No, nagy gondtól szabadítana meg. Az asszony a szemeit merestgette. Szólni nem tudott. A félelem rácsavargódzott a torkára. Szorongatta, folytogatta. De olyan erővel, hogy a lélegzete is akadozott. Az erdész annyira magába mélyett, hogy nem vette észre a felesége megdöbbenését. Járt-kelt a szobában föl alá. Hol a tarkóját vakargatta, hol meg a vállait rángatta. Majd a puskáit vizsgálgatta sorra. Nincs-e valami hiba bennük? A revolverét is kivette a tokjából. A golyókat kiszedte. A závárzatot kipróbálta. Aztán visszarakta a töltényeket. Oda ment a konyha ajtóhoz. Megdeputálta a pántokat, a zárt. Majd az ablakok rácsait vette szemügyre. Közbe oda-oda szólt az asszonynak. Az ajtót ezután zárva tartsd. Mindig. Ha én nem vagyok itthon, akkor nappal is. Megállt az asszony előtt, ki jóformán már se holt, se eleven nem volt. Hát téged mi lelt? A kis menyecske ekkor árulta el először az ura előtt, hogy fél. Félek itt a rengeteg közepén. Itt nincs más, csak fa és fa. Más semmi. Az erdész megbiztatta. Téged itt nem érhet semmi veszedelem? De az a vörös ember? Miért bántana az téged? Ha a pénzt nem akarjuk odaadni. Nézd, mondta igen, kevés meggyőződéssel az erdész, még eddig a vörös ember nem bántott senkit. A pénzt elvitte, de senkinek még csak a hajaszárát se görbítette meg. Ne érts félre! Én nem pártolom. De ami igaz, az igaz. Nem ölt meg senkit. De a bicerei póstamestert kopolcsum vágta. Megúszta egy kis vizes borogatással. No, én nem kérek belőle. Nem is kapsz. S ha idejön? Na, nem érted fog idejönni, hanem a pénzért. S még az se bizonyos. De tegyük föl, hogy idejön. Akkor is velem gyűlik meg a baja. Tőlem kéri a pénzt, s én majd adok neki, ha pénzt nem is, de egy golyót bizonyosan. S ha te történetesen nem leszel itthon, akkor csak engem vesz elő. Azt mondod, hogy te rád nem tartozik az uradalom pénze. Azt se tudod, hogy van-e, vagy nincs. S ha erőszakoskodik. Az erdész mosolyogva nézett a felesége szemébe. Te veled erőszakoskodna, hogy képzeled azt? Elkapja a kezem? Talán a nyakam is. Revolverét a homlokomra szorítja. Hát még mit csinál? Agyon is lőhet. Mert én a pénzt nem adom oda. Nem adod oda? Nem. Az erdész nevetve meg a kezefejét. Csak hogy arra nem kerülhet a sor, hogy téged agyon is lőhessen. Nem, mert ha én nem leszek itthon, te bezárod az ajtót. Éppen az előbb vizsgáltam meg a pántokat, a keresztvasat. Azzal ugyan egy könnyen nem bánik el senki. Még akkor se, ha mindjárt az ördög fia is az illető. Hüvelykével az ablakok felé bökött. Az ablakrácsokat se tudná senki kibontani egy nap alatt. Hát nyugodt lehetsz. Nem kerül a sor arra, hogy te a vörös állarcossal szemtől szembe állhass. Leült az asszony mellé, és hogy teljesen megnyugtassa, jobb karjával átfogta a derekács, úgy babusgatva suttogott a fülébe. Én azt hittem, hogy az én kis feleségem olyan asszony, aki nem ijed meg a saját árnyékától. Ej, ej! Hiszen te lánynak bátor voltál. Emlékszem, te otthon soha se féltél. Pedig akkor még gyerek voltál. Az asszonyka amolyan kesernyesen mosolyogva fölpislogott az urára. Csak, hogy ott nem volt vörös állarcos. No, ne félj! Itt se lesz soká. Addig jár a korsóak útra, amíg eltörik. De hiszen te is félsz? Én? Te, te! A puskáidat, revolveredet átvizsgáltad. Az ajtót, ablakokat is. Átvizsgáltam, az igaz. De azt nem félelemből tettem, hanem elővigyázatból. Meglepetni nem engedem magam. Nem vagyok olyan bolond, hogy fegyveres emberrel szemben puszta kézzel álljak ki. Vagy úgy gondolod, hogy nyitva hagyjam az ajtót éjszakára? A menyecske hevesen tiltakozott. Nem, nem. Na, látod. Csak akkor alhatok nyugodtan, ha tudom, hogy a fegyverem jó, ha rendben van, s akkor hagyhatlak magadra nyugodtan, ha tudom, hogy védve vagy. Jók az ajtók, ablakok. Igaz? Igaz, igaz. Majd hozzátette egy kis dorombolással. Te jó is vagy, okos is vagy. S kinyújtózkodott a díványon. Szemei lecsukódtak, a szája széle lepikjett elbágyadva mimelte az alvást. Hogy az asszonyka megnyugodott, az erdész lassanként belemerült a gondolataiba. Két könyökét a térdére fektette, a tenyereibe meg az állát. S elnézte hosszasan a szoba padlójára fektetett tarka virágú szőnyeget. A szőnyeg keresztbe kasul futó rovátkáit, apró kis bolytjait. Samint nézte, nézte, összefolyt előtte a szőnyeg a padlóval, Távolodott, távolodott mindaddig, amíg a nagy messzeségben egy nagy fehér sikkán nyúlt ki. Ezen a síkon egyszerre csak rég nem látott képek jelentek meg. Otthon volt. A szülőfalujában. A farunak egyik kis, alacsony házában. Ült a búbos patkáján. Vékony, csupasz lábait maga alá húzva. Tanult. Mert tanulni mindig szeretett. Később is. Minden áron akart valaki lenni. Még akkor akart, amikor mezítláb, egingújban szaladgált az utcán. Az utcán keresztül a kastékertbe, a kerítésen át. S a parkban játszadozott irénkével. Persze ők már akkor gyerekfejjel eljegyezték egymást. Pedig nem lett volna belőle semmi. Éppen egy korcsmáros gyerekéhez a földes úr lányát. De mire felcseperedtek, az idő közelebb hozta őket egymáshoz. Ő kiárta az iskolákat. Erdész lett. Irénkiék meg tönkrementek. A sok dinomdánom megette a földet, a kastélyt. Elárverezték őket. Az öregek nem is élték túl a szégyent. Irénke aztán két kézzel kapott az ő keze után. Nono! Ő nyújtotta ki a magáét. Irénke csak megfogta. S most itt élnek a régi szép emlékek romjain. Ő még csak birkózna a szűkös élettel. De az asszonykán nagyon látszik, hogy sóvárogja a múltat. Hiszen ha pénze volna. Ezen őrlődik nap, mint nap, amióta összekerültek. Mindig az rágódik a lelkén, hogy az asszonyának hogy adhatná vissza azt, ami elveszett. Milyen úton módon tudna annyit összehozni, hogy visszaválthatna az ősi földet, az ősi kúriát? Hogyan? Miből? A fizetéséből. Hisz, ha mind félretenni is, mennyi rengeteg idő alatt tudna annyit megtakarítani. De lehet-e a fizetést mind félretenni? Vagy csak a felét is. Jóformán semmit? Hanem ha egyszer találna egy elásott üstöt, tele szín Ham, vagy nyerne egy sorsjegyen. jegyen. 152 ezer pengőt. Akkor mindent megadhatna a párjának. Ugyanazt a levegőt, ugyanazt az életet. Ez a ha ott lakott benne. Vele jött ment, vele aludt. Ez ösztökélte a lelkét, ez fűtötte az élni akarását. Ha valamikor, egyszer. Néha-néha annyira elmerült a gondolataiba, hogy azt se tudta, hol van. Most se. A felesége hangjára rezzent föl. Lefeküdjünk. Ja, vagy úgy. Megejtegette a fejét. Persze, persze. Az egész falu a patikus esetét tárgyalta. Emberek, asszonyok. Otthon, a banyakemence mellett. De a házakon kívül is. Az utcákon, tereken megmegálva. Mondták, mondogatták egymásnak a nagy esetet. Mert csak nagy eset az. Beállítani a patikába egyes egyedül. Hát ha egy vevő érkezik történetesen s rányítja az ajtót. Mi lesz akkor? Igaz, hogy a rabló, amint belépett, ráfordította a kulcsot, volt annak esze? Egyik egyet, a másik más tudott. Voltak, akik tódították az esetet. A patikus szembeszállt a vörös állarcossal. Igen jó forrásból tudja. Ott volt, ahol beszélték. Összeakaszkodtak. Csak hajszálon múlt, hogy a patikus maga ará nem gyűrtéje. Megbicsaklott a lába a nagy küzdelemben. De az is bizonyos, hogy annak a vörös dezentornak a célból van a karja. A csendőrök nyomoztak. Végigkutatták az egész patikát. Elmozdítottak a helyéről mindent. Még a legkisebb üveget is. De semmit sem találtak. Sehol, semmit a laboratóriumban, a raktárban sem. Az udvart is szemügyre vették. Az üvegajtó belülről volt bezárva. A kulcs benne maradt. Ott hagyta. Arra hát nem távozhatott. Csak az udvaron át. Itt nyomokat kerestek. A cipője nyomát. De ott se találtak semmit. Nem, mert a ház körül volt téglázva. A téglán meg nem marad nyom. Majd meg azután kutattak, hogy kik jártak az időtájban a patika körül. Azok nem láttak-e egy magas, embert jönni, vagy menni a patikából. A jegyzőt látták, meg az erdészt. De azok már az eset után mentek, illetve nyitottak be a patikába. Azaz, hogy csak akartak benyitni, de az már akkor zárva volt. Ki is hallgatták őket a csendőrök, de amint mondták, nem láttak semmit, senkit. Fölkeresték a postás kisasszonyt. Kik voltak akkor tájban a postán, amikor a patikus cselédje föl akarta adni az ötpecsétes levelet? Nem volt-e közöttük egy magas, vállas ember? A kisasszony nem emlékezett. Akkor éppen expediált. Sok volt a dolga. A cseléd azt mondotta, hogy csupán csak egy öreg állt a pósta kapujába. Meg egy mezítlábas gyerek. A gyereket ösmeri is. Kiskeserű Péterék sadria. Az öregasszony asszony meg alig, hanem az özvegy menné volt. Ebben nem bizonyos, mert hát talált. De arra készített tenni, hogy egy levelet dobott a postaládába hogy a faluban nem boldogultak a csendőrök, átfogták az egész határt. Hát, ha beleszorul a jó madár a hurokba. De bíz az nem szorult bele. A pap sehogy se tudta kibontani az esetet, hiába jártatta az eszét. Nem és nem. Legtöbbet azon gyötrődött, hogy a vörös árarcos honnan tudhatta azt, hogy a patikus hova tette a pénzét. Ki mondhatta meg neki? Kitől hallhatta? A tanító Az erdész. A jegyző vagy a cseléd. A cselédeknek elejár a szájuk. Mindig tereferélnek. Valahonnan tudta, az bizonyos. Majd meg azon töprengett, hogy ki lehet a vörös állarcos. Amint a patikus leírta, úriember? Nagy, magas, vállas ember. Egyenes derekú. Van olyan ember a faluban? Van. A jegyző. Az is olyan tagba szakadt. Ha a jegyző vörös állarcot, nyakigérő fekete trikót venne föl. Behunyta a két szemét, hogy jobban lásson. Megrázintotta a fejét. Eh, szamárság! A jegyző nem az az ember. Ezen a bolond gondolaton elmosolyodott. A szája félre úgy böpte ki magából. Nem. Csupán annyi maradt meg benne, hogy olyan forma. De olyan forma tíz-húsz is lehet a faluban. Hát még a környéken. Bizonyosan százával, ha nem ezrével. Mert azt éppen nem lehet állítani, hogy falubéri volna. Sőt, legvalószínűbb, hogy Pesti. Ott teremnek az ilyen akasztófa virágok. Ott van a meleg ágyuk. S mivel ott szorítósabb a helyzetük, kikirúcannak a vidékes ott operálnak. Ez is csak úgy. Összehúzta a szempilláit s úgy mérlegelte, latolgatta az esetőségeket. Nyakigérő fekete trikó, vörös állarc. Csak hogy az olyan maskarába senki se járhatna az utcán. Nem. Egyszeriben rákiáltanának. Az emberek összesereglenének se elfognák. No, olyan veszekedett bolond nincs is, aki így, kiöltözködve mutogatná magát. Rendes ruhába megy az a tethelyik, csak ott veszi magára a cégérit. Leginkább is a kiszemelt hely közelében. Meghúzódik egy bokortövében, vagy egy fa Egy-két pillanat s belebújik. Magára kapcsolja a trikót, az állarcot. Revolverét a kezébe fogja s belép. Ide a pénzt. A pap tudta, hogy az erdész kora délutánonként az erdőt járja. Azaz, hogy ott tartózkodik a legtöbbször, ahol a holdkörösbe beletorkolik a nagyali. Azon a tájon, így hallotta, a többi fától elszigetelve, van egy senyvet vadkörte. Ez a kedvenc helye. Itt sokszor látták. De ő maga is sűrű nem legette. Olyan sűrű koronájú fa nincs több a vármegyében. Ha a háza menőtt volna, sokért nem adnám. A pap föl alá járkált a szobájában. Egyszer-egyszer megállt, kinézett az ablakon. Hosszasan. Hirtelen hátrafordult. Kimegyek egyet járni a határba. Mondta a harangozónak, ha valaki keresne, mondja kent neki, hogy úgy 6-7 órára itthon leszek. Azzal fogta a botját s elindult az erdő felé. Az utcán lassan lépegetett. A járókelők köszöntötték. A kívánalmakat fogadta jó szívvel, de most nem ereszkedett szóba senkivel. A faluból kiérve meggyorsította a lépteit. Az erdő alatt a vadkörtefa felé vette az útját. Úgy számította, hogy az erdész most is ott lesz. Heverézget a fája alatt. S szokása szerint gyönyörködik a halódó természet szépségeiben. Ábrándozik. Na, majd most kizökkenti az álomvilágából. Beszél vele a vörös állarcosról, a patikus megrablásáról. Megtárgyalják együtt az egész ügyet. Bizonyosan ő is gondolkozott már rajta az elmúlt három nap alatt többször. S talán csak leszűrődött valami benne. Lehet, hogy a csendőröktől is hallott valamit. Találkozott velük. Könnyen megeshetett, mert azok most jobbadán az erdőt bújják. Azt teszik tűvé. A körtefa közelében nem volt senki. Másfelé volna most dolga az erdésznek, vagy otthon ül. Eh, ha már kijött, megnézi jobban ezt a híres fát. Legalább megmondhatja neki. Láttam a fádat? De biz azon nem sok látni való volt. Öreg fa. viselt. A dereka revz. Az ágai tépettek. Egyik másik csonka. Ja, az idő nagymester. Hátat fordítva az öreg fának, eltekintett a bokrok fölött a városba vezető országútra. Hosszú porsávot látott. A porsában kocsik mozogtak. Megrakodva tűzifával. fával. Egy, kettő, három. Huszonöt kocsit olvasott föl egy végtibe. A rakott szekerek zörgése, nyikorgása a lágy szellő szárnyán egészen az erdőig hallatszott. Megejtette a fejét. Szállítja a depósa tűzifát. Abban a pillanatban az ütődött az eszébe, hogy az erdész megkapta a sok pénzt. A fa árát. Tízezer pengőt. No, Gábornak se lesz ma nyugodalmas éjszakája. Félni fog. Bár nem olyan ember. Erős fájú, tagba szakadt. De hát a patikus esete most bizonyosan ott jár az eszébe. Hát, ha rákeríti a sort a rabló. Még a világ legerősebb emberének is szeget ütne a fejébe. De a felesége, az a csöpp asszonyka, ijedezik. Jobb is volna, ha az erdész erre a pár napra beköltöztetné a faluba. Valamelyik ösmerőshöz. Bár az a vörös gazember most már nem nagyon virtuskodhat, mert a csendőrök erősítést kaptak. Ha van egy cseppesze, veszteg marad. Lassan megindult az alén visszafelé. Úgy 60-80 lépés után megállt. Egy kis fáradtságot érzett. Leült egy garagonya bokor tövéhez. Pihent. Kis idő múltával fél fordulva a könyökére dőlt se elgondolkozott. Azon jártatta az eszét, hogy milyen csodálatosak is az emberek. Ahelyett, hogy jót tennének, mindig a rossz felé hajlanak egymás rövidítésére törekednek. A vörös állarcos is. Na, sokért nem adná, ha egyszer, úgy négy szem közt beszélhetne vele. Majd az erdészre gondolt. Vajon hova teszi azt a sok pénzt, amit a depóstól kapott? Csak nem a matraca alá. Ha találkozik vele, megmondja neki, hogy dugja más üvé. A padlására. Ászokfa mögé vagy ássa el egy két napra az erdőbe valamelyik fa tövéhez. De megint csak odajukat, hogy az erdésznek nem lehet semmi baja. Bezárja az ajtót. A golyós puskáját a térdére fekteti. Csak legalább azt az ijedős asszonykát ne hagyná magára. Arra rezzent föl, hogy az est kezdte teregetni a szürke fájtlát. Ni, hogy elszaladt az idő. Hazamegyek. De ez csak úgy végig szaladt a fején. Fölállt. Kiegyenesedett. Két karját kitárta. S amíg nyújtózkodott, visszanézett a fekvő helyére. Nem hagyott ott valamit. Mielőtt elindult volna, elnézett az alé hosszán, végig a holdkörös felé. Meglepetten húzódott vissza a fákárnyéka alá. A körtefa tövénél egy széles vállú, magas ember ágaskodott. Bal kezével a fa egyik ágába fogózkodott, a jobban meg, mintha a törzs tetején babrált volna. Mit kereshet ott? Fészket? A fészekben madártojást. De hát, ha más valami után kutat. Emberféle nemigen igen a kis madarakat. Nagy, magas ember. Az erdész volna. Honnan került oda? Itt az arén nem ment végig. Csak a holdkörös medréből. Abban vezet egy kis ösvény. Vadorzó volna. Hújkot tett ki. Hújkot a földbe szokták. Fű közé. Bokrok alá. Ez meg a törzsre kapaszkodott. Oda tett valamit. Vagy elvett talán. Ugyan ki lehet. Hirtelenében nem tudta kivenni, mert már erősen szürkülni kezdett. Hogy úrforma, azt látta a ruhájáról. Egyebet nem. Első gondolata az volt, hogy oda megy. De mindjárt ott volt a másik is. Hát, ha nem is falubeli. Na, megnézi jobban. Hát, ha csak ugyanaz erdész. Lépésről lépésre közeledett. Lassan, óvatosan. Jobbra, balra nézett. Senki. Odaért a fa Semmi különöset nem látott. A fa alatt a fűletaposva. De ez most is csak azt mutatta, amit az előbb. Itt heverészni szoktak. Vagy állat, vagy ember. Vagy mindkettő. De merre tűnhetett el az az ember. A kíváncsiság újra a fához vitte. A fa tövéhez. Mit kereshetett ott az az ember? Hogy keresett valamit, az bizonyos. Ágaskodott. A kezével kutatott. A pap bal kezét kinyújtotta a körtefának egy kis tönkje felé, mely az oldalából állt ki. Ebbe akaszkodhatott az is. Jobb kezével így elérte a faderék magasságát, ahonnan az ágak három-négy felé nyúlnak. Lyukat észlelt. Kissé ferdén haladó üreget. Nini! Ebbe meg az eső se eshetik bele. A kezefeje egész könnyen belecsúszott. Valami nyírkosat érzett az ujja hegyeivel. Finom tapintású valamit. Madár? Megfogta. Nem madár, mert az ujjai között összelapult. Kiemelte. Hát ez mi? Szétterítette. Egy pókhálószerű sejem trikó volt. Fekete színű. Nyaktól talpig érő. Válnál gombolós. Amint megrázta, egy vörös sejem arc hullott ki belőle. A trikót hirtelen ellöpte magától sietten nézett maga körül. Úgy érezte, hogy most futnia, szaladnia kell innen minél gyorsabban, mert nagy veszedelemben forog. Itt van közelében az a veszedelmes ember. A vörös állarcos. Talán el sem. Lesbeállt, most mindjárt kiúvik egy bokor mögül. Akkor pedig vége. A levegőt szaggatva szedte. Hallgatózott. Merről zörren. A csendet azonban nem szakította meg semmi. Mégis elment. No, ő is megy. Mégpedig szaporán. Nem időzik tovább. Azt a bolondot nem teszi. Azonban ezt a holmit nem hagyja itt. Összekapkodta. Az egész, amint fölgöngyölítette, alig volt nagyobb egy tömött pénztárcánál. Belenyomta a kabátja belső zsebébe. No, ennek megörülnek a csendőrök. Főként az őrmester. Már éppen indulni akart, amikor az ütődött az eszébe, hogy mégis okosabb lesz, ha a holmikat visszateszi. Ki tudja, hát ha az alatt, amíg ő odajár, az ip visszajön, s így megtudja, hogy valaki leskelődött utána. Akkor aztán elrepül a madár. Ellenben, ha a csendőrök lesbeállhatnak, könnyen megnyomhatják. A trikót, benne a vörös állarccal, visszatette a fa üregébe, s aztán sebesen megindult a faluja felé. A csendőrök járőrben voltak. Csak az öreg szakácsné volt otthon, aki azt mondta. Nem gyűnnek azok vissza, lelköm, csak röggel. Azt a vöröset keresik, aki a patikust kifosztotta. Valamennyien azt kurkásszák. Azt mondta az őrmester úr, hogy addig nem nyugszik, amíg rá nem teszi a kezit. A pap bólongatott a fejével. Jó, jó. Mikor aztán a szüle egy nagyobb lélegzetet vett, elköszönt. Adj Isten! De az ajtóból visszafordult, s még egyszer megfigyelmeztette a szülikét. Amint hazaérnek, azonnal keressenek föl. Igen fontos mondani valon van. Az erdész odaszólt a feleségének. Add ide, lelkem, a sárga irattáskát. Abba rakom ezeket a pénzkötegeket. Tíz csomag százas bankó feküdt az asztalon. A depós olvasta le. Egy-egy csomóban ezer-ezer pengő. Összesen tízezer. Azt mondta az erdész a depósnak a pénz megolvasása után. Jobb szerettem volna, ha holnap hozza akkor már itthon lesz a számtartó. Így most a felelősség rám nehezedik. No, még ilyen se láttam életemben, mosolygott a depós. Erdész úr nem örül a pénznek. Hiszen ha az enyém volna. Eh, kérem. A pénz senkié, meg mindenkié. A pénznek, ha szorosan vesszük, nincs gazdája. Jön, megy, forog egyik lassabban, a másik sebesebben. De a pénz nem állhatatoskodik. Ez a pénz, ami most itt van az asztalon, tegnap még a jó Isten tudja, kiknél volt. Ma reggel a bankban feküdt. Délben nálam volt. Most meg itt van. És holnap? Ki tudná azt előre megmondani? S azzal a depós már szedelőzködött is. A nyugtát becsúsztatta a nagy bőr bugyellárisába. Fölállt a székről. Ne siessen még! Marasztalta a menyecske, miközben a sárga irattáskát oda nyújtotta a férjének. A depós összedörzsölte a két kezefejét s visszaült a székre. Ha engem, mondta mézédesen, ilyen szép asszony maraszt, akkor nem sietek. Pedig nekem még ma sok végezni valóm van. Ja, az üzlet. Én, tudja. De ne nevessen ki. S a jobb keze mutató megfenyegette a depóst, úgy félek ettől a pénztől. Hallotta ugye, hogy a vörös állarcos rabló most itt garázdálkodik nálunk? Vasárnap a patikust rabolta ki. Elvette kétezer pengőjét. Emberek voltak körülötte. Négy jó barát és mégis. Itt meg senki. Nézze nagy sád. Édeskedett a depós. Ha jönne az a vörös állarcos, én a maga helyében rámosolyognék. S azzal fogva volna. Szent igaz. Nincs az a rabló. Ezt én mondom. Se elhiheti. Fölállt. De most már mennem kell, mert vigyázni kell a kocsikra. Tetszik tudni, csak az a bizonyos, ami után az ember maga néz. Kezet nyújtott az erdésznek, az asszony kezefejére cuppantott s azzal már ült is az autójára. Dudált. A motort megindította. S úgy elporolt, mintha ott se lett volna. Hogy a pénzt bevitte az erdész a hálószobába sa matrak alá azt mondta a feleségének. Nekem ki kell mennem a rakodáshoz. Az asszony tágra nyílt, ilyet szemekkel kérdezte. Magamra hadd a pénzzel. Hiszen alig egy puskarövés. De ha félsz, zárd magadra az ajtót. Az asszony összetette a két kezét. Vidd magaddal a táskát is. Hogy elhagyjam? Szorítsd a hónod alá. Nézd! Ott kinyön megy az embersel találom valahol ejteni. Odalépett az asszonyhoz, két tenyerébe fogta a fejét, s úgy nézett a szeme közé. Nem szabad olyan gyávának lenni. Mindössze egy óra. Vagy annyi se vagyok. Mondom, ha félsz, zárd be az ajtót. S azzal a vállára vetette a puskáját. Füttyentett a kutyájának, s nekivágott az erdőnek. A fiatalasszony becsukta a folyosóra nyíló konyha ajtót. A kulcsot ráfordította. Bement a lakószobába. Elővette Jókai újföldes urát solvasott. Hogy mi minden történt azon a nyolc-tíz oldalon, amelyet átforgatott, arról nem tudott volna számot adni. A sorokon úgy lélek nélkül baktatott át. Nem ott járt az esze. Egy-egy helyen megállt. Fölfigyelt. Mintha a folyosón kopogna valaki. Hallgatózott. Na, de nem. Talán a macska ugrott valami után. Egér vagy madár? Újból nekifogott az olvasásnak. Egyszer azután csak ugyan lépések hallatszottak. Hirtelen mind a két kezét a szívére szorította. Fölállt. Az ablaküvegen kinézett. Gábor! Az ura volt! Na, itt vagyok. Látod, nem loptak el. Aztán elmondta, hogy a fuvarosok megrakottak s elmentek az utolsó teherrel. Az asszony lámpát gyújtott s elővette a rokkát. Font. Az erdész föl sará járt a szobában. Az ajtótól az ablakig, meg vissza. Látszott rajta világosan, hogy önmagával viaskodik, hogy most se nem lát, s nem hall mintha a nagyvilág elveszett volna körülötte, olyan gépiesen rakta egymás elé a lábait. Egy-egy pillanatra megállt, mintha a tusakodásában valamire elhatározta volna magát, vagy valami olyasütődött az eszébe. No, ezt megmondom az asszonynak. De megint csak nekilódult smérte tovább a szoba hosszát. Hirtelen a fejéhez kapott. Ajha! Na nézd, majd elfelejtettem. Az asszony, ki figyelemmel kísérte az ura minden mozdulatát, fölemelte a fejét. Mit? Kérdezte. Az ember egy cseppet késlekedett a felelettel. Úgy magában bosszankodott. Legalábbis azt mutatta, hogy bosszankodik. De csak magára a feledékenységért. Vakarta az állát, majd meg a tarkójához kapott. Ki kell mennem az etetőkhöz, most? Most most? Aztán úgy magyarázatként hozzátette. Reggel találtam egy furkot. Aki kitette, az eljön érte. S már nyúlt is a puskája után. Az asszony marasztalta. Ne menj most, hiszen reggel is megtalálod. Az erdész azonban makacskodott. Nem lehet. Tudod, hogy az kötelességem s azt én soha meg nem szektem. Ezt olyan határozottan mondta, hogy az asszony nem mert ellenvetést tenni. Csupán csak annyit kérdezett. Elmégy? Muszáj. S a kalapját a fejére tette. Kettőt lépett s megtorpant. Mégis marad, nyilalt az asszony szívébe az öröm. Marad. Nem hagyja itt egyedül a pénzel éjszakának idején. Egymagában. Marad. Meggondolta. De nem. Csak elindult. Az ajtóból visszafordult. Legjobb lesz, ha lefekszel. Fejedre húzod a paplent. Betakarózol. Hogy az asszony nem szólt, csak a szemeit meresztgette, tovább ösztökélte. Nincs semmi értelme, hogy riadozz. Csak magadnak csinálsz vele kárt. Ugye, délután se történt semmi. No hát most sem. Különben itt leszek egy rövid óra alatt. Sietek? S azzal kilépett a folyosóra. Az asszony bereteszelte az ajtót s azzal az erősen föltett szándékkal, hogy az urát bevárja, újból a rokka mellé ült. Taposta a kis pedács, egyarányosan pergette a feje fölött forgó cifrakereket. Nem akart másra gondolni, csak a fonára, hogy az szép vékonyan, egyformán sodródjon. No meg arra, hogy milyen sávosra csinálja majd a vászon szélét. Kékre? Pirosra? A piros szebb is, mutatósabb is. Való azonban, hogy a kék se csúnya. Pláne az ég színű. De a piros csak szebb. Emellett döntött. Még azt szerette volna kiszámítani, hogy karácsonyik hány asztalkendőt törülközőt tudna készíteni, ha naponta négy öt órát dolgozna. De hiába erőltette a fejét, a számok összegubancolódtak a fejében. Össze, mert egy másik gondolat egyre erősebben és erősebben nyomkodta lefelé. Addig addig, hogy ez az utóbbi végezetül is egészen megnyergelte a maszt. A sárga irattáskos benne a pénz. A rokka perget, a fonál sodródott. A gondolatszárak szövődtek. Ha a vörös állarcos kiszaglázta, hogy a pénz itt van, s bezörget az ablakon. Zörget. Veri az öklével. Add ki a pénzt. Nem adja ki. Nincs, azt mondja. De nem is mondja. Csak nem adja ki. Akkor az azt követeli, hogy eresse be. Hiába követeli. Nem ereszti. Nincs annyi kincs. Arra az feszegetni kezdi az ajtót. Nekiveti a hátát. Hideg szaladt végig a hátán. Megborzongott. Hiszen így maga magát rémíti el. Nem gondol többet arra a vörös rablóra. Se a pénzre. Itt ül a rokkánál. Az ajtó zárva. A keresztvasat is föltette. Gábor is nem sokára megjön. De minek is ment el Gábor? Hisz láthatta, hogy még a lélek is reszked benne. Hogy azok a vadorzók se nyughatnak soha. Pedig abból is baj lesz egyszer. Nagy baj. Vagy Gábor, vagy ők. Az a vége az ilyen életnek. Lám az őzesi erdészt is lelőtték az ablakon keresztül. Akkor csináltatott az uraság ide is táblákat. Okosan tette. Így nem lát be senki. Nem tudják, hogy ki van itthon. Egyedüle, vagy mind a ketten. Egy cseppetel is bóbiskolt. Arra rezzent föl, hogy lépéseket hallott a tornácon? Fölrántotta a fejét. A Gábor tenyerét a füléhez kapta. Hallgatózott. Az ablak zörrend. Ki az? A torka úgy összeszorult, hogy a szó alig jött ki a száján. Ki az? Nem felejt senki. Újból kérdezte. Gábor, te vagy? hogy most se kapott feleletet, oda tekintett az órára. Fél tizenegy. Hisz alig fél órája, hogy az ura elindult. Az alatt oda se érhetett. Vagy meggondolta magát út közben. Nem hagyom a feleségem. S visszafordult. Most azt hiszi, hogy aludtam s nem akar fölriasztani. De hát akkor miért nem mondja, hogy ki? Hallhatta, hogy kérdezem, ki az? Az ablak újból megzörrend. Most már erősebben? Határozottabban? Az asszony egész testében remegve hajolt az ablak felé, és úgy kiáltotta: Ki az? Tompa, öblös hang morogta befelé. Egy szegény vándorló. Hát mégsem Gábor! De hát akkor ki? Hogy nem vándorló, az bizonyos. Megérzi azt az ember. Nem az. Nem. Mit is keresne egy vándorló ének idején itt a rengeteg közepén? Hisz erre az országút se járt ösvény. Még csak világot se láthat, ami ide vezethette volna. Csak rabló lehet. Talán éppen a vörös állarcos. S Gábor nincs itthon. Az ablak újból és újból zörrend. Közbe a tompa hang most már követelőleg dörmögte. Nyisd ki! Mintha valami mély üregből verődött volna a hangja. Inkább állati, mint emberi hangként hallatszott. Nyisd ki! Egy pillanatig csend volt. Majd hirtelen az ajtó kilincse csapódott. Négyszer ötször egymás után ököllel rá. Düböl. Erezbe! Az asszony még mindig egy helyben állt. Egyik kezét a mellére szorította, a másikkal meg az asztal sarkába kapaszkodott. Nem bírt megmozdulni. A rémület megdermesztette. A rabló fenyegetődzött. Ha nem nyitod ki, meghalsz. Aztán alkudni kezdett. Ha beeresztesz, nem bántalak. Csak a pénzt add ide s úgy bögdöste ki a szájából a szókat, mintha a nyelve alatt galuskát tartott volna. De lehet, hogy volt is valami a szájában. Kiadod a pénzt, vagy nem? Hogy választ nem kapott, a vállát nekifeszítette az ajtónak. Nagy, erős ember lehetett, mert a deszkák ropogtak, recsegtek a nyomása alatt. Az asszony hirtelen megrázkódott, s kétségbeesésében fölkiáltott. Gábor! Gábor! Kívül nevetés hallatszott. Folytott, erőszakos nevetés. Amolyan szaggatva szakadozott. Azt ugyan hívhatod. Hol van az most? Láttam elmenni. Kísértem is egy darabig. Biztos, hogy az etetőkhöz ment. Majd úgy egy jó óra múltával előjön. Addig azonban, babám, mi ketten számolunk. Gábor! Ne ordíts! Kiáltott be a rabló. Hanem ad ki a pénzt. Azt a pénzt, amit ma délután kaptatok. Mind a tízezret. Elhallgatott egy két lélegzetvételig, s aztán újra kezdte. Ha a pénzt kiadod az ablakon, akkor be sem megyek. Várt egy kisé. Ha nem adod, úgy betöröm az ajtót, s neked is véged van. Megfolytalak. Egy kis szünetet tartott. Na, újra kezdte. Vigyázz, mert csak addig várok, amíg tízig olvasok. S hangosan olvasott tízig. Egy, kettő, három. Tíz. Az asszony csak állt egy helyben. A szája mozgott, de hang nem jött ki rajta. Magában ő is együtt olvasott a rablóval. Egy, kettő, három, négy. Tíz. Amint a tizet kimondták, a rabló bekiáltott. Adod? Nem adod? S öklével olyat ütött az ajtóra, hogy annak egy deszkája ketté hasadt. Adod-e már? Ott van az urad ágyában? A matrak alatt. Az asszony szinte az eszét vesztve kapott a fejéhez. Ki lehet az, aki azt is tudja, hogy mennyi a pénz? De azt is, hogy az ura hova tette? Nem adod. S a feleletbe sem várva, újból egy nagy ütés érte az ajtót. Aztán megint egy és megint. Tudod e dühöngte be a rabló az ajtó hasadékán, hogy én ki vagyok. Na, ha nem tudnád, hát megmondom. A vörös állarcos. Most már reszkedhetsz. Ez az utolsó órád. A vörös, a vörös, suttogta az asszony s aztán, mint aki leszámolt az élettel, hirtelen megnyugodott tiszta fejjel azt kezdte mérlegelni, hogy mi is lesz, hogy is lesz, ha a vörös betöri az ajtót. Leüti. Megfojtja. Na, nem üti le. Meg se folytja. Nem. Oda húzódik a vendégszoba ajtószárnya mögé és amikor a vörös a konyha ajtót betör is a lakószobába törtet, az alatt ő a háta mögött kiszalad a folyosóra, onnan az udvaron át az erdőbe. Így megmenekül. Úgy de a rabló amint észreveszi, utána nyargal. Na, nem nyargal. Egy nagy csomó aprított tűzifa volt a konyhában fölhalmozva. 10-12 nyarábra való. Vagy több is. Azt egy kettőre a konyhajtóhoz horta. A tetejébe dobálta a szekrényből a könyveket, füzeteket, a rokkáját, a zsámolyszéket, a kispárnákat. Az egész halomra ráöntötte a 8-10 liternyi, térre vett petróleumot. Egy skatulya gyufát a köténye zsebébe tett, s most már szinte várta, hogy mikor enged az ajtó. De az ajtó még állta az ostromot. Ekkor ötlött az eszébe a pénz. Beszaladt a szobába az ágyhoz. A sárga irattáskát kivette a matrak alól. A hóna alá Aztán a konyhán átsietve, a vendégszoba ajtaja mögé állt. A vörös rabló most már nem kért, nem fenyegetődzött. Minden erejét a konyha ajtó kifeszítésére fordította. Fejszével verte az ajtó zárát. Egymás után ötször hatszor odavágott. Majd hallani lehetett, hogy a fejszét eldobja. A vassa nagyot koppant a folyosó tégláján. Azzal nekivetette a hátát. Az ajtó recsegett, ropogott. Egyszerre csak kivágódott s bedült rajta egy nagy, feketetrikós, vörös állarcos ember. A dütől, a fáradtságtól lihegve. Átcsetlet botlott a könyvfabarikádokon sló egyenesen a lakószobába. Merre vagy, hé? Hey. De az asszony már kín volt a folyosón. Éppen rántotta a gyufács, dobta be a konyhába. Egy pillanat alatt lányba borult az egész konyha. Az asszony aztán úgy futott, ahogy csak a lába bírta. Ágak csapódtak az arcába, szoknyáját a bokrok tépték, szaggatták. Rohant. Elbukott. Fölugrott. Szaladt. Megint elbukott. Ekkor ott maradt a földön elnyúlva. Őj meg! Sikoltotta s elvesztette az eszméletét. Pedig nem üldözte senki. A vörös árarcos benrekedt a házban. Előbb a pénzt kereste. Hogy mi történik a háta mögött, nem látta. Nem vette észre. Az ágyjal bajlóskodott. Szólta a padlóra a paplent, lepedőt. A matrekokat. Az irattáska nem volt ott. Visszafordult. Csak ekkor látta, hogy mi van a konyhában. Ítélet. Az egész konyha pattogott, ropogott. A lángok a mennyezetet nyaldosták. Egy pillanatig dermedten nézett az égő mely a menekülése útját elzárta. Körülötte négy fal. Csak egy ajtó vezet ki belőle. Az is a konyhába. De ott meg három-négy méter vastag lángoszlop lobogott s fokozatosan nyomult bejebb és bejebb a szobába. Arra csak úgy menekülhetne talán, ha vizes pokrócba burkolhatnál magát tetőtől talpig. Hanem az ablakon. Odaugrott. A belső fatáblát kiszakította egy rántással. Csak itt menekülhet. Úgy de a két ablak közét sűrű, erős vasrács hálózta. Két-három újnyi vastag kovácsolt vasrács. Azt ugyan egy ember még pörője se verné ki egy nap alatt. S mégis neki esett. Két kezével bereakaszkodott. Nyomni, rántani próbálta. De az meg sem A külső ablaküveget kiütötte az öklével. Segítség! Ordította a szabadba, most már éles, acélos hangon. Újra és újra kiáltott. Az életösztön sarkalta. Nem bánta már, ha megfogják is, ha agyonverik is, csak meg ne égyjen? Valaki hát, ha meghallja! Vadőr, kerülő vagy vadorzó! Egy ember azonban nem segíthetne. Víz kellene ide. Sok víz. Mert csak az ajtón át. Ha a le tudnák fékezni. Szembefordult a mindjobban hatalmasodó tűznek, amely már a szobában is kezdett uralomra vergődni. Csak erre. Balkarját a két szemére nyomva, nekiugrott a pokolnak. De a kibírhatatlan forróság visszalökte. Újra és újra próbálkozott. Hiába. Letépte magáról a ruhát, a fekete trikót, a vörös állarcot. A füst folytogatta. Összeszorította a torkát, préselte a mellét. Vizet. Tört ki a száján. A szoba asztalán volt egy pohárnyi a kancsóban. Azt egy hajtásra kiitta. S még egyszer nekiugrott a tengernek. De nem tudott rajta keresztül törni. A konyha nyitott ajtaján kicsapkodó lángok belekaptak a tetőbe. Alig egy kis negyed óra ségett az egész ház. A szobák! A szobákban a bútorok! A tető! Az erdő közepéből feltörő világosságra, az óriási nagy füstre figyelmes lett a toronyörs félreverte a harangokat. Az emberek, asszonyok ijedve szaladtak ki az utcákra s egymástól tudakolták. Hol ég? Merre? Senki se tudta megmondani. Ami csak növelte az ijedelmet, a zavart. Végre egy ember fölrúgtatott a toronyba. Az aztán hírül hozta. Az erdő ég. Elmondta, hogy a saját két szemével látta az égigérő füstöt, a fák fölé csapdosó lángokat. Egyszerre szétfutott a faluban. Ég az erdő! Ég az erdő! Kiabálták össze-vissza. Vitték a hírt. Az erdő. Döbbedeztek az okosabbak. Az nagy baj. Már azért is, mert egy helyütt egészen a faráig nyúlik. De voltak olyanok is, akik azt mondták. Az uraság dolga. Sindultak vissza a házukba. Lefeküdni. A tanító azonban, aki az első kondításra az utcán termett, felvilágosította őket. A falu is veszedelemben van. Minden elpusztulhat. Akkor aztán ki fejszét, ki csákányt fogott, a vízi puskát előrángatták, a félszer alós futni kezdtek az erdő felé. Amikor a tűzoltók megérkeztek a faluból, már csak itt-ott pislákolt a zsarátnok. A zűrzavarban keresték az erdészéket. Ki látta őket? Senki! Az asszonyt reggel felé találták meg. Errejevesztetten feküdt egy bokor tövében. Amikor magához tért, elmondotta, hogy mi történt az éjszaka. Az ura kiment az erdőre. Megnézni az etetőket. A vörös állarcos rázörgetett. Kérte a pénzt. A tízezer pengőt. Azt is tudta, hogy hol van. A matrak alatt. Nem adta ki. Erre a rabló feszegetni kezdte az ajtót. Ő meg, hogy a pénzt megmentse. Hogy őt meg ne ölhesse, barikádot rakott könyvekből, aprófákból a konyhajtóba, azt leöntötte petróleummal, s amikor a vörös árarcos betörte az ajtót s a lakószobába toppant, ő a háta mögött kimenekült s rágyújtotta a konyhát. A vörös árarcos megszenesedett, felismerhetetlen testét meg is találták a lakószoba sarkában. Ki volt, mi volt? Nem lehetett fölismerni. Egy bádogdoboszt szorongatott a két karja között. A doboz tele volt finom papíros hamuval. Az erdés sohasem került elő. Elveszett. Vége.